A női kézilabda NB1 9. fordulójában két olyan csapat összecsapása következik, amelyekre a hétvégén igen-igen komoly feladat vár. Köszöntöm a kedves nézőket, Bénémet Pétert hallják. A házigazda Győri Audi Eto KC ugye a Bajnokok Ligájában menetel, a vendég Dunaújváros pedig az EHF kupában kezdi meg a küzdelmeket szombaton. Ennél fogva pedig a soron következő találkozó könnyen előfordulhat, hogy ennek a két mérkőzésnek majd az előszele lesz az előétele. A vendégek ott vannak már a pályán, úgyhogy azt javaslom, gyorsan fussunk végig a két csapat összeállításán. Három kapussal érkezett a Kohász, Trifa, Víg, illetőleg Nagy Éva lesznek majd bevethetők ezen a poszton. Aztán a jegyzőkönyvben már is van, hát vagy egy szándékos tévedés, vagy egy véletlen, Ferling Bernadett neve ugyanis szerepel a 16 nevezett játékos között, ő azonban nem melegített, és nincs is ott a többiekkel a pályán, helyette nyilvánvalóan bekerült valaki más. Szóval ennek fényében Triscsuk, Azari, Berta, Takács, Ács, Vince, Bulat, és akkor itt jön a bizonyos bekerült játékos, 25-össel Hanusz Boglárkát láttam és véltem felfedezni, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ő lesz majd a beugró Ferling Bernadett helyett. Kamper, Takács, Ferenci, Hosszú és Rádl a teljesség kedvéért Mátéfi Eszter együttesében. A hazaiaknál a két kapus Herr és Jelena Grubisics, előttük mezőnyben Löke, egy debütáns, Baracskai Patrícia, rá majd később vissza fogunk térni. Anna Sen, Korsós, Kovacsics, Aguilar, Amorim, Planéta, Szepesi, Litre, Hornyák, Bódi a teljes névsor Ambros Martin vezetőedző csapatában. Van jó néhány hiányzója az Audi Etónak, ugye Ferling Bernadettet vendégoldalon már említettem. A hazaiaknál nem lehet itt Görbic Anita, illetőleg Katrine Lunde, mindketten anyai örömök előtt állnak. Sőt, két játékos csatlakozott a maródiak listájához. Orbán Adrien és Susan Müller is kénytelen kihagyni ezt a találkozót, és nem csak ezt a találkozót, erre is vissza fogunk térni természetesen. A mérkőzés játékvezetői Horváth Péter és Marton Balázs lesznek, ők dirigálják majd a 2x30 percet. És a helyi műsor közlő éppen felkonferál egy köszöntést. Az utolsó mérkőzés alkalmából, mivel ezen a találkozón, vagy ezután a találkozó után a Győri Audi Eto KC elhagyja az egyetemi sportcsarnokot, a Széchenyi István Egyetem sportcsarnokát, ezért Kelecsényi Ernő klubelnök, dr. Földesi Péter rektornak ad át egy kisebb ajándékot, megköszönve azt a lehetőséget, hogy itt tölthették ezt a néhány hónapot. Ugye ki ne tudná, szombaton a multifunkcionális sportcsarnokot átadja a városvezetés, az új Audi Arena Győrt. Ünnepélyes keretek között hatalmas ceremónia lesz majd. Úgyhogy onnantól kezdve már az Audi Eto hazai mérkőzéseit a multifunkcionális sportcsarnokban játszhatja. Például november 23-án a svéd Sävehof ellen debütálnak majd a lányok új otthonukban. Földesi Péter köszöni meg természetesen a szurkolóknak és a lányoknak is azt, hogy itt voltak, és hát voltak éppen hétről hétre benépesítették az amúgy is meglehetősen népes egyetem területét. Hát voltak éppen majdnem minden bajnoki mérkőzésen teltház fogadta itt az Audi Etót, meg hát a mindenkori ellenfelet, és természetesen a BL mérkőzéseken meg aztán pláne egy gombos tűt sem lehetett lejteni. Szóval térjük vissza a hiányzókra, Orbán Adrien térdét műteni kell, mert egy újabb orvosi vizsgálat kiderítette, hogy a szélső térdében elszakadt a keresztszalag. 6 hónap kihagyás vár rá, az egész szezont kihagyja voltaképpen. Csütörtökön műtik majd. Susan Müller pedig újra új törést szenvedett, ezúttal a lövő kezén a gyűrűs ujját törte el. Neki 4 hét gipszet kell, vagy 4 hétig kell majd gipszet hordania, és utána 2 hetet kell simben töltenie. Így könnyen elképzelhető az is, hogy ő is lemarad a magyar-horvát közös rendezésű Európa-bajnokságról, de természetesen ez azért még a jövő zenéje. A vendég Dunaújváros 2 éve csak a 8. volt az NB1-ben, tavaly viszont csak 2 őrületes találkozó maradt le egy hajszállal a dobogóról. Idén jelen pillanatban 5. a bajnokságban, de nagyon szoros a mezőny. A 2 nagyágyú az Eto és a Fradi mögött, a Siófok a 3., a Fehérvár a 4., őket követi Mátéfi Eszter együttese. Ezzel a meccsel búcsúzik az Eto az egyetemi csarnokból, ahogy azt már mondtam, és dunaújvárosi felvezetésként elhangzott az, hogy a szezon legnehezebbnek ígérkező találkozója vár a piros-fehérekre így Győrben. A 2 csapat utoljára egymás ellen idén január 25-én találkozott így Győrben, akkor 34-22-re győzött
a győri Audi Eto KC. Szeptember 28-án viszont még a bajnokság őszi fordulói során mindössze 27-24-re tudtak győzni a zöldfehérek idegenben Dunaújvárosban. Az egy hihetetlenül kemény találkozó volt. A fél időben még 14-14 volt az állás. Bulat akkor egymaga 7 gólt termelt, győri részről pedig Amorim volt a legeredményesebb. És hát a második félidő közepéig még vezetett, sőt, a 39. percben még 19-16-ra vezetett a Dunaújváros, aztán onnan végül is aztán bedarálta a győri gépezet az újvárosiakat. Mátéfi Eszter akkor azt mondta, hogy csodálatos 60 percet produkált a csapat a világ legerősebb együttesével szemben, és természetesen Ambros Martin is dicsérte a kohász. És akkor útjára indult a labda, a vendég pirosmezes újvárosiak kezdték a játékot, középen Kamper irányít, a jobb lövő Krisztina Triscsuk, vagy Triscsuk Krisztina, hogyha így jobban tetszik, ő ugye az újvárosiak legújabb szerzeménye, furcsa módon vált el az Érd együttesétől, és azóta az újvárost erősíti, éppen ő tette tovább a labdát le a szélre. Említettem már Orbán Adrien kiválását, és megvan a mérkőzés első gólja, Bulat Anita szerzi. Szóval említettem Orbán Adrien kiválását, kulcs szerep hárulhat így ezáltal az Audi Eto-ban Bódi Bernadettre, aki voltak éppen egyedül maradt a szélen. És már is rám cáfolnak a győriek erre a gondolatra, mert hogy a jobb szélső ezúttal Korsós Dorina, tehát bal szélsőből áttette őt Ambros Martin. Kovacsics kapja a labdát. Amorim, aztán Planéta. Kettejükkel nem sokkal alacsonyabb a győri fal, a győri védekezés, no meg az átlövő skála. Egy hatalmas indítás és egy zúgó kapufa, amelyet Vince Melinda mutatott be nekünk. A találkozó második percében járunk, és rögtön két gólra is elléphetett volna a Dunaújváros. Jelen a Grubisicsnek, aki az Eto kapuját védi, ezúttal szerencséje volt. Szepesi. Amorim. Planéta jön, megtámasztják a levegőben, szabad dobás lesz. A duol.hu internetes portál, azaz a Dunaújvárosi Online egészen egyszerűen úgy fogalmazott a találkozót megelőzően, hogy az újvárosiak a tisztes helytállásért utaznak Győrbe. A falból kilépő Litre kapott egy kisebb csomagot Vince Melindától. Amorim. Planéta, Korsós, ő kénytelen elindulni visszafelé. Amorim megint. Kovacsics. Kovacsics Anikóval a válogatott és az Audi Eto is feltétlenül számol, főleg annak fényében, hogy Görbic Anita sem a klubmérkőzéseken, sem pedig a hazai rendezési Európa-bajnokságon nem lehet majd a csapat segítségére. Egyenlít az Eto, Kovacsics a gólszerző. A harmadik perc eseménye mindez. Bulat. Kamper, aztán Triscsuk. Jön a szélről Vince. Aztán elindítják a figurát az újvárosiak, Triscsuk. És fújnak egy faltot a játékvezetők, Litré a sárga lap. Mátéfi Eszter azt mondta, szeretném, ha a játékosaim nem megilletődve kézilabdáznának. Nincs teher rajtuk, felszabadult játékkal mindenki adja ki magából tudása legjavát. Bulat. Triscsuk elvállalja a lövést, meglehetősen távolról, könnyedén hatástalanította azt Grubisics, Kovacsics pedig már roboghat. Egy kis technikai hiba, Korsós fordít az Eto. A negyedik perc eseménye mindez. 2-1-es hazai vezetés. Úgy fogalmazott Mátéfi Eszter, hiába hiányzik Görbic és Lunde, ott van Amorim, Kovacsics, Löke és Bódi, tehát csupa kiváló képességű játékos, ezen kívül pedig egységes az Eto, és játék közben is tud változtatni stílusán, tud alkalmazkodni az ellenfélhez. Ez az egyik legnagyobb fegyvere, hatalmas gólt ragasztott Kamper a hosszú felsőbe. 2-2, jól kezdődik a találkozó, abszolút nem kell unatkoznunk. Kovacsics mutatja a többieknek a figurát és megnyitja védekezését az újváros. Vince Melinda az 5+1-nél a zavaró. Planéta rávezetheti a falra. Amorim jön lendületből. Trifa hatalmasat véd. Bár igazából nem is tudott volna elugrani a labda elől.
marad a labda az Etónál. Korsós végezheti el a sarokdobást, illetőleg hát egészen pontosan az oldalbedobást. Kovacsics. Amorim. Szepesi, aztán újra Kovacsics. Trisztyuk támasztja meg a válogatott csapattársat. Harsan a játékvezetői síp. Kovacsics. Amorim. Lábon dobta valósággal Korsóst, el is veszik a játékvezetők, fordulhat az Újváros, Azari Fruzsina robog, és ez még jó lehet, de rálépett a vonalra. Majdnem sikerült megkerülnie Azarinak Kovacsics Anikót. Átlépünk közben a 6. percbe, 2-2 az eredményjelzőn. Máté Fieszter azt mondta, szeretném, ha méltó ellenfelei lennénk a BL címvédőnek, aztán szombaton jöhet a Várdár 2 elleni EHF kupa meccs. Kovacsics Bertával ütközött, fájlalja is az orrát, Berta megkap egy sárgalapos figyelmeztetést. Kovacsics. Planéta, aztán Korsós. Amorim megint lendületből áthámozza magát két védőn és kiharcol egy 7 méterest. Triffa csóválja a fejét. Az óra áll és jön Kovacsics Anikó, hogy elvégezze a 7 méterest. A második gólját szerezheti a győriek irányítója. Szóval mondtam, mind klubszinten, mind pedig válogatott szinten vezető edzőnek és szövetségi kapitánynak egyaránt jó szolgálatot tehet Kovacsics Anikó. Az más kérdés, hogy jobbára balszélsőként alkalmazta volna mind a két tréner, Németh András szövetségi kapitány és Ambros Martin is, miközben ezt mellé dobja. Görbic kiválásával viszont könnyen elképzelhető, hogy irányító poszton kell majd őt bevetni. Ugye itt az Audi Etóban Macarena Aguilar a legfőbb riválisa, bár úgy is fogalmazhatnék, hogy legfőbb segítsége, a válogatottnál pedig majd Szucsánszki Zita lehet. Azáltal, hogy Kovacsics kihagyta a büntetőt, maradt a 2-2. Azari. Kamper, jön a szélről Takás Dusmáta. Bulat. Nem volt igazi lövőhelyzet. Trisztyukésem, még mindig Bulat. Amorim kapta le a 10 körméről, a játékvezető nyúl a zsebéhez. De érdekes módon Bulatot figyelmezteti, nem Amorimot. Kamper. Trisztyuktól vissza. Trisztyuknak óriási jelentőségű, óriási szerepe volt abban, hogy a Dunaújváros bajnoki meg tudta verni az Érd együttesét. Hát kétség kívül kettős motivációval játszott azon a találkozón. Bulat! Szép technikai megoldás volt. Ez az elhajlásos lövés, de mellé ment. Átlépünk közben a 8. percbe. Planéta rávezeti a falra. Kovacsics, Amorim ezúttal tőle szokatlan helyen. A jobb lövő posztján nem is volt jó a passz, de azért, mert megtámasztották őt. És akkor most már az újvárosiak felállt védekezése ellen kell a támadását szűnie az Etónak. Annak az Etónak, amelynél itt a bemelegítés során ott volt Rafael Tervel, a francia klasszis. Szóval Rafael Tervel itt van a nézők között, a Bajnokok Ligája mérkőzést is egyébként megnézte már a Viborg ellen legutoljára itt az egyetemi sportcsarnokban, ugye 22-20-ra győzött az Audi Eto, és ezzel 4 forduló után eldőlt, hogy csoport elsőként jut tovább a csoportjából. Kamper! Fújnak a játékvezetők, sárgalap Anna Sennek. Mindkét fél 5-5 játékost ad az Európa-bajnokságra készülő női kézi válogatottunknak, miközben áll a játék, mert hogy törölni kell ezt a bizonyos zserflór talajt. A 28 fős keretnek tagja Trifa Ágnes, Víg Vivien, Bulat Anita, Trisztyuk Krisztina és Azari Fruzsina, Herrorsolya, Kovacsics Anikó, Görbic Anita, Planéta Simonetta és Bódi Bernadett. Azari és Bódi egyébként egymással harcolhat majd a posztért, és hát voltak éppen ők is egymást egészíthetik ki. Érdekes figura győri részről, Heidi Löke irányít. Egészen idáig két beállóval most az Audi Eto, ott van Litre és ott van Löke is a falban. Vince viszont elhalásza a labdát, Azari roboghat.
gyorsan visszarendeződtek a hazaiak. Berta lefut cserébe, érkezik a helyére irányítóba Camper. Bulat. Camper megint. Jön Triscsukkal a helycsere. Bulat 10 méterről. Ajaj. Jócskán fölé durrantott. Nem tudott egyenlíteni az Újváros. Kettőre növelheti előnyét. Az Audi Eto. Planéta összeszedte ezt a Kovacsics labdát. Becsületére váljék. Nem alacsony játékos Planéta Simonetta, de neki is meggyűlt a baja az átvételen. És egy sárgalapos figyelmeztetés Bulatnak. Gondolom önök is hallják a szurkolók hangját. Keveslik az ítélet súlyosságát a hazai szurkolók. Jön Korsós Dorina. Kovacsicsnak ugye volt egy kihagyott büntetője. Korsós bedobhatja az első 7 méterest, és jön Víg Vivien, az egykori játszótárs, hiszen amellett, hogy Víg pécsi nevelés, így Győrben vált voltak éppen felnőtt játékossá. Innan igazolt a piros-fehérekhez. Igaz, játszott még a Rót Kálmán edzette Veszprémben is. Korsós góljával kettő közte 4-2-es győri vezetés. A második gólja volt ez Korsós Dorinának. Máté Fieszter azt mondta, azt gondolom, nem kell bemutatni ellenfelünket. A bajnoki és BL címvédő csapat ellen lépünk pályára idegenben, vagyis nem mi vagyunk a találkozó esélyesei. Ugyanakkor a legutóbbi mérkőzésünk jól sikerült. A Békés Csaba ellen ugye a Magyar Kupában csak úgy, ahogy az Eto, az Újváros is tovább jutott. Ez a lövés is mellé megy Azaritól. Máté Fieszter meg hatalmasat legyint a kispadnál. Teljesen megérdemelt volt az a győzelem, ahogy fogalmazott az egykori szövetségi kapitány. Miközben Heidi Löke is feliratkozik a gólszerző közé, és először 3 gólos az Eto előnye a találkozón. Szóval ez a mostani találkozó, ez teljesen más lesz, mint a Békés Csaba elleni. Teher nincs rajtunk, szeretnénk egy jót játszani. Nem titkoltan azért is, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a szombati EHF kupa mérkőzésre. Időt kért Máté Fieszter, a vendégek trénere. Elérkezettnek látta az időt, hogy szóljon néhány keresetlen szót a lányokhoz. Hozzátette, hogy természetesen ahhoz, hogy jó mérkőzést játszunk a győriekkel, mindenképpen nagyon határozott védekezésre lesz szükségünk. Az ehhez elengedhetetlenül fontos jó kapus teljesítménnyel, még támadásban gyorsan, de ezzel együtt fegyelmezett teljesítményt kell majd nyújtanunk. Az érd elleni bravúrban például Trifa Ágnesnek kulcs szerepe volt, hatalmas bravúrokat mutatott be azon a találkozón. A hazai együttes pedig hát voltaképpen, és annak céljait nem nagyon kell ecsetelnem, nem nagyon kell bemutatnom, ezen a mérkőzésen természetesen ugyanúgy győzelemre törnek, mint ahogy az ezt megelőző 8 bajnokin, és ahogy az ezt megelőző 4 bajnokok ligája találkozón is. Ambros Martin rendszeresen kiköti lányainak a magyar bajnokikon, hogy 20-nál nem kaphatnak több gólt, minden bizonnyal a mai találkozón is hasonlóan készítette fel övéit. A dunaújvárosiak már végeztek az időkéréssel, a spanyol trénernek volt még 1-2 mondata hátra, és akkor rövidesen folytatódhat a találkozó. Jelen pillanatban egyébként az NB1 tabelláján második a győri Audi Eto KC, de csak azért, mert a Ferencváros egy mérkőzéssel többet játszott. 9 mérkőzés alatt 17 pontra futott a fővárosi zöldfehéreknek, míg a győri zöldfehéreknek 8 meccs alatt 16-ra, azaz hibátlan teljesítményen állnak még a bajnokságban. Vince ott hagyná a labdát Triscsuknak. Litre és Löke gyötri együtt Takás Dusmátát. Triscsuk mellé dobja, és jön az első újvárosi 7 méteres. Védekezésben pedig érkezik Takács Bianca 31-essel majd az Újvárosba. Bulat áll oda a büntetőhöz. És megfogja jelen a Grubisics, úgy is mondhatnám, hogy valósággal lábon dobta őt Bulat Anita. Kimaradt tehát a 7 méteres. Mindkét oldalon van már egy-egy elhibázott büntető. Marad az 5-2, és közé teheti a 4-et a vendéglátó. Ezúttal Amorim nem jött fel támadásba, Anasen érkezett a ballövőbe. Planéta. Kovacsics. Oda patintotta volna Heidi Lökének, túlságosan sokan voltak Löke körül, 3-an gyötörték őt. Anasen, igen, felszívta magát a mai találkozóra, az Újváros Trifa véd újra.
Trifa azt mondta a találkozó előtt, biztos, hogy nem lesznek unalmas perceim, de minden meccs más, nem feltartott kézzel lépünk pályára, olyan csapat benyomását szeretnénk kelteni, amin látszik, hogy az első négybe való. Támadásban újra érkezik Kamper Takács Bianca helyére. A 15. percben járunk, 3 góros győri vezetés. Litre és Löke továbbra is gyötri Takács Dusmát át. Triscsuk, ez könnyedén fogta jelenleg Grubišić, odahúzta a feje fölé 9-ről Triscsuk. Nem tette túlságosan próbára. Akkor megint a négyért támadhat az Eto'o. Kovacsics, Sen, Planéta. Kovacsics teljesen üresen volt, Szepesi eltolódott most az újvárosiak védekezése, Szepesi pedig második gólját szerzi. 6-2, és akkor megvan a négy közte. Érkezik a Dunaújvárosba, jobb szélsőbe Hosszú Boglárka. Az a Hosszú Boglárka, aki szintén megint csak győri nevelés, szép éveket töltött ő is itt az Eto'óban. Kamper. Hulat, nem volt igazából előkészítve a lövés. Nem sikerült ugyanakkor bent tartani, Hosszú jöhet majd oldalról. Hosszúnak egyébként a tavalyi esztendőben a bronzcsata második felvonásában volt egy, hát voltak éppen sorsdöntő szituációja. 22-21-nél eldönthette volna a találkozót, de Zitzerben a kapusba lőtt. Aya Koren pedig eldöntötte az érdiek javára a bronzcsatát. Kamper! Ezt is megfogja Grubišić. Most már lassan azt kell mondanom, jó formában véd az Eto'o kapusa. Kamper viszont jól védekezik, nem jutott el a labda Heidi Lökéhez. Azáltal, hogy jelen a Grubišić védett, az 5 gólos különbségért támadhat az Eto'o. Kovacsics. Sen. A mérkőzés elején tapasztalt nyitott védekezést ezúttal 6-os falasra módosította. Az Újváros vesztére, mert Planéta simán átlövi. Az első gólja a győriek átlövőjének. 7-2-es győri vezetés. És akkor ezúttal támadásban érkezik a falba Takács Bianca, aki szintén Veszprémből érkezett az Újvárosba. A Veszprémnek üde színfoltja volt, voltak éppen majd, hogy nem az egyetlen olyan játékos, akire stabilan számíthatott Rót Kálmán, és nem győri nevelés. Triscsuk! Szép gól, 7-3. Triscsuknak elkönyvelhetjük a gólját, a 17. percben járunk. Megint Heidi Löke irányít az Audi Eto'óban. Ő kapja a labdát. Aztán most foglalja el helyét a falban. Kovacsics. Planéta. Egy újabb átlövés, és ez is eljut a hálóig. Trifa rajta volt, de csak belepaskolni tudott a labdába. 2 gólos Planéta Simonetta. 5-tel megy az Eto'o. 8-3. Gyors egymás utánban szerzett egyébként 2 gólt. És megint kontrázhat az Eto'o. Szepesi robokat. Bulat utaléri, de nem bántja. És Víg Vivien a kapuban hatalmasat véd. Aztán kérne egy kis támogatást a játékos társaktól, hogy legyen kinek passzolni. Bulatot annyira nem hozta lázba, illetőleg hát egészen pontosan Triscsukot. Kamper! Hosszú! Bulat! Csak bemutatta a lövőt. És marad a labda az Újvárosnál. Takács Bianca jöhet majd a szabad dobással. Triscsuk. Kamper, aztán Bulat. Triscsuk még elmagyarázta a figurát Vincének, hogy mi következik. Most jön Bulat. Ők is megcserélték a 2 átlövő helyét. Triscsuk és Bulat fordított felállásban csinálta végig ezt az akciót. Amorim és Sam most egyszerre a pályán. Lökének óriási assziszt lett volna Kovacsicstól, de nem jutott el a norvéghoz. Ez viszont így jó. Vince bedobja. Az első gólja Vince Melindának. 8-4. 19-essel a 19. percben volt először eredményes az újvárosiak rutinos szélsője. 11-essel a pályán újra Korsós Dorina, és 31-essel érkezik Hornyák Ágnes irányítóba. Heidi Löke pedig kivonul a jobb szélső posztjára.
Planéta. Hornyák. Újra Planéta. Óriási átlövés, gól. Planéta Simonettával nem nagyon bírnak az újvárosiak, a harmadik találata ez. 9-4-es hazai vezetés. Az Eto mindhárom legutóbbi gólját Planéta szerezte. Ezzel voltak éppen ő a mezőny legeredményesebbje, csak halkan teszem hozzá. Az újvárosban a bal szélső jelen pillanatban Berta Nikulett Vincét váltotta. Mondom én, de Vince is ott van a pályán. Triscsuk, Kamper, aztán hosszú. És egy szép átlövés. Utat talált a lábak között magának a labda. 9-5. 20 perc telt el a találkozóból, egészen pontosan a 20. minutumban járunk. Említettem már, hogy az újvárosiak az EHF kupában játszanak. A második körben csatlakoznak be a hétvégén, azaz a legjobb 32 között csatlakoznak a küzdelmekhez. Szombaton este 18 órakor a Várdár 2-t fogadják majd hazai pályán. És ha sikerülne tovább jutniuk, akkor olyan együttesekkel is találkozhatnának, mint a Buxtehude, a Mijalovce, a Brassó, az Ebzierg, a Murat Passa, az Iszi Párizs, a Rostov, a Toljati, vagy éppen a Stepek. Támadásban cserél Máté Fieszter, Bulat helyén Berta a pályán. És azáltal, hogy Berta érkezett szélsőbe, Vince Belinda bement irányítóba. Ő kapja a labdát. Triscsuk. Kamper. Nem volt rossz az elképzelés, nem fért labdához Takács Bianca, de csak azért nem, mert a másik 31-es Hornyák Ágnes megragadta őt hátulról. Ambros Martin azt mutatja lányainak, hogy kicsivel fürgébb lábmunkát kérne a védekezésben. Triscsuk. Vince. Ez egy belemenés szaga volt, így van, nem csak szaga volt, hanem az is volt. Fordulhat az Eto, és lehet öt közte. Hornyák nem jut el Litréhez. Kiváló védekezés volt Triscsuktól. Aztán egy hosszú indítás, ezt meg könnyedén kapcsolja le Szen. Lüktető a játék, kicsit már-már kapkodó is, ezúttal Vig Vivien szórta el a labdát. És időt kér Ambros Martin, a hazaiak trénere. A 22. percben járunk. 9-5-nél jönnek akkor a vezető edzői intelmek. A hazaiak szélsője Bódi Bernadett a mérkőzés előtt ejtett néhány szót a találkozóról. Ő ugye 2012 és 13 között dolgozott Újvárosban, és hát Máté Fieszter keze alatt többek között Békés Csabán is. Bódi azt mondta, hogy a Dunaújváros nagyon jó a csapategység, összetartó brigád, és Triscsuk érkezésével bővült a taktikai repertoárjuk, főleg a nyitott védekezés az újvárosiak előnye. Sok a rutinos játékos, úgyhogy semmiképpen nem lesz könnyű meccs ez az éppen mostani. Annál is inkább, mert hogy rengeteg találkozót játszik az Eto, voltak éppen szerda-szombat ritmusban. És hát Orbán kiválására úgy reagált Boldi Bernadett, hogy nagyon-nagyon meglepődött rajta. Főleg mentálisan lesz majd nehéz felszívnia magát a következő mérkőzésekre, hiszen minden találkozón oda kell majd tenni magát, úgyhogy koncentrálnia kell, de hát nincsen lehetetlen. Máté Fieszter még egy-két szót szól Vince Melindához, és akkor folytatódhat a játék. A pályán hetessel kérem szépen Baracskai Patrícia. Az a Baracskai Patrícia, akiről már ejtettem szót a bemutatás során. Baracskainak ez az első NB1-es találkozója a hétközi múlt héten a Siófok elleni Magyar Kupa találkozón már pályára lépett. Hatalmas Planéta gól megint. Négy találatnál jár Planéta Simonetta, megint a lövőkedve. Az Eto elmúlt négy találatát egyaránt ő jegyezte. Hosszú. Bulat, aztán Kamper, Triscsuk és Berta. A beállót kivéve mindenki hozzáért a labdához. Megint Berta. Baracskaira cselez rá. Baracskai megragadja őt. 2011-ben korosztálya legjobbjának választotta az Audi Eto a Baracskai Patriciát. Ő ugye 1998-as születésű, igazi sportos családból származik. Édesapja például kiváló labdarúgó volt. És hát édesapja
nem csak egyedül volt kiváló labdarúgó, hanem rajta kívül két testvére is, hiszen van egy bátyja és egy öccse. Kamper bedobja. Három találatnál jár Kamper Olivia, 10-6 az eredményjelzőn. A 23. perc eseménye volt mindez. Kamper is gyors egymás utánban szerzett két gólt. Hornyák. Szen, aztán Korsós, majd újra Hornyák. Jön Planéta. Húha, nagyon-nagyon elcsúszott az újvárosiak védekezése. Heidi Löke. Hát csodálkozom, hogy nem jött zavarba, hogy ennyire üresen találta őt a labda. 11-6-os hazai vezetés. Kamper és Bulat beszélik meg a figurát. Kamperről ugye említettem, hogy Békés Csabán már dolgozott Máté Fieszter keze alatt. 2003-ban Macedóniában a junior VB-n ezüstérmes volt. 2006-ban pedig EHF kupa győztes. Triscsuk lövését fogja. Jelen a Grubišić. Újra Kamper. Hosszú. Kamper 8 méterről. Valósággal felkínálta a rövid sarkot jelen a Grubišić. Kamper Olivia 4 találatnál jár, és az újvárosiak utolsó 3 gólját egyaránt ő dobta. A 24. percben járunk. Támadhat az Eto, Hornyák. Megint megnyitotta védekezését az újváros, ezúttal is Vince Melinda a zavaró. Planéta, Triscsuk lép ki rá. És nem jön össze a nyitott védekezés, nem volt szerencséje most az újvárosnak, hiszen egy védő kezéről pattant oda a labda Hornyák Ágnes elé. Hornyák első találata, 12-7. Kamper. Triscsuktól vissza. Bulat a túloldalon, aztán jön hosszú, egy szélső befutás, megcsinálta a helyet Bulatnak. Lejön a blokkról a labda. Triscsuk kapja. Bulat a túloldalon. Kamper. Most indul az újvárosi figura. Triscsuk ott hagyja Bulatnak. Kamper le a sarokba. Vince a rövid kapufát találja telibe. Ezek szerint hozzáért jelen a Grubišić, mert ijadalittasan emelte a kezét a magasba. Amorim. Szen. Talpról. Nagy vígvédés, kis párgázta a labdát. Kevesebb, mint 5 perc az első félidőből, 5 gólos hazai vezetés. Kamper vezetheti rá a védőfalra. Bulat, elhajlásból, felugrásból, szép technikai megoldás. Két gólos ezzel Bulat Anita, 12-8. Anasen lejön, Planéta érkezik a helyére, átlövőbe az Etóba. Löke, Amorim meggondolta magát és beviszi a védő közé, ezt is megfogja víg. Amikor Máté Fieszter úgy érezte egy kicsit, hogy nem megy trifának, akkor beküldte víget, azóta nem. A vendégek fiatal kapusán múlik, hogy ennyi van közte, de már annyi sincs. Berta Nikolett, kérem szépen, 12-9, 3 gólra zárkózik az újváros. A 26. perc legvégén. Utoljára 3 közte, keresem közben a papíromon, 5-2-nél volt a 13. percben. Azóta eltelt 13 minutum, és újra ennyi a különbség. Kissé magas volt a labda Baracskainak, aztán Berta kihasználva a tempó hátrányt, egyből meg is ragadja a szélsőt. Planéta. Hornyák. Újra Planéta. Mozgást kér Ambros Martin. Löke. Szeme volt Eduard Amorim labdájának. 3 gólos Heidi Löke. 13-9. Ebben a fordulóban egyébként ezzel a találkozóval egy időben rendezik a Siófok Debrecen mérkőzést, aztán szombaton a szintén Győrmoson Sopron megyei Mosonmagyaróvár Békés Csabára látogat. November 16-án vasárnap pedig játsszák elvileg a Ferencváros értalálkozót, illetőleg a Fehérvár Szegedet, de ezt a két mérkőzést már előzetesen a Fradi BL szereplése miatt lejátszották. 27-18-ra nyert a Fradi, és 38-25-re a Fehérvár. Egy mérkőzés van még ebből a fordulóból, MTK Vác.
fent van a játékvezetők keze, el kell lőniük a vendégeknek. Bulat kapott egy taslit Anna Szentől. Bulatnak el is ment a kedve, aztán Kamper vállalta magára a lövést. 2,5 perc az első 30-ból. Anna Szent helyén Kovacsics Anikó az Etóban. Hornyák jön jobb lövőbe, Kovacsics pedig középre irányítóba. Amorim. Kovacsics, aztán Hornyák, jön a szélről Baracskai, elfut keresztbe, Bulat leütközte őt fél távnál. Amorim. Jól megrángatták őt, nem engedte szabadulni Kamper Olivia. Szabad dobás lesz majd. Hornyák. Kovacsics, löke kijött a falból. Amorim. Kilépett rá Takács Bianca, aztán Bulat nem lépett ki rá, de ő volt az, aki földbe döngölte valósággal Eduard Amorimot. 2 perces kiállítás Bulat Anitának, és megint csak nem kell kommentálnom a szurkolók hangját. Takács Biancát játszik könnyedséggel hagyta ott Eduard Amorim, Bulat Anita pedig lesétál, dolga végezetlenül. Ő ugye szintén tagja az EB résztvevő keretnek, az újvárosiak egyik pillére. Épp abból a Viborgból érkezett az Újvárosba, amelyet az Eto most vert el oda-vissza a BL-ben. Egyébként pedig újvárosi születésű. 2003 után 10 év kellett, mire visszatért anya egyesületében, de olybá tűnik, hogy ott megtalálta számításait. Eduard Amorim továbbra is lenne a földön. Az ő kiválása mindenképp érzékenyen érintené az Audi Etót. A Bulat Anitáról elmondtam, hogy az egyik pillére a Dunaújvárosiak játékának, akkor Eduard Amorimra szintén igaz ez. Annyi szubjektívumot tennék hozzá, hogy azáltal, hogy a tavalyi évben megnyerte a világbajnokságot hazája válogatottjával, illetve ebben az esztendőben bajnokok ligáját nyert az Audi Etóval, a világ legjobbjának járó díj egyik legfőbb várományosa Eduard Amorim. 7 méteres következik, Korsós Dorina az ítélet végrehajtó. A második büntetőjét dobhatja be a fiatal szélső. Nem teszi meg, Víg belekotor, így viszont, és akcióból sem. Hatalmas bravúrok halmaza és tömkelege Víg Vivientől. A nagyjából 2 másodpercen belül 2-t mutatott be. 1,5 perc van még az első félidőből, ez azt is jelenti, hogy ember hátrányban fejezi be az első játékrészt az Újváros. Bulat Anita kiállítása nyomán. Kovacsics. Szen, aztán újra Kovacsics. Hornyák. Jön a szélről Baracskai, és megvan élete első felnőtt NB1-es gólja Baracskai Patriciának. Mondom, a Siófok ellen a Magyar Kupában már bemutatkozott az Audi Etóban, Orbán Adrien kiválásával pedig megnyílhat előtte a tér és a terület, hiszen a legfőbb tehermentesítője lehet Bódi Bernadettnek. Vince. Megkülönböztetőben a pályán Takács Dusmáta, érdekes taktikai húzás az újvárosiaktól, levitte kapusát Máté Fieszter. Kamper, aztán most jön vissza Víg a helyére. Bátran vállalkoznak az újvárosiak. Voltak éppen ezt a mérkőzést a hétvégi feladatoknak alá lehet rendelni. Az Audi Etónak sokkal, de sokkal fontosabb a bajnokok ligája, az újvárosiaknak pedig az EHF kupa. 15 másodperc az első félidőből, 14-9-es Eto vezetés, hát egy lövés még azért szerintem dukálna a végére. Most mutatja Amorim Kovacsicsnak, hogy le fog járni az idő. Anasen elfut, Kovacsics meg nem látja, hogy mennyi van még hátra, és ebben a pillanatban vége van az első félidőnek, pedig az Eto kispadja egy emberként kiáltott Kovacsicsnak, hogy el kéne lőni. Maradt tehát a 14-9-30 percnyi játék után, az Audi Eto magabiztosan kézilabdázik, és az újvárosiak is igen-igen bátran szerepelnek, abszolút nem okoznak csalódást a mai találkozón. Hogy ez így folytatódik-e, az rövidesen ki fog derülni a második félidő során. ...14-9-ről folytatódik a találkozó. Az Audi Eto indította útjára a labdát a második félidőben, és az első játékrészben elhangzottakhoz annyit tennék hozzá halkan, hogy Bódi Bernadettet ugyan nevezték a találkozóra a zöldfehérek, viszont a kispadon sem láttam, így tehát ő minden bizonnyal
kihagyja a mai találkozót. 15-9 Korsós Dorina találatával rögtön a második félidő elején növeli előnyét az Eto, és innentől kezdve nem lenne meglepetés, hogyha Bulat Anitát végig fújolnák a hazai drukkerek. Az első félidőben volt egy igen-igen kemény belépője Eduard Amorimnak, amit kiosztott, és hát ennek szól a szurkolók hangja. Kamper teszi tovább éppen Bulathoz, de innentől kezdve voltak éppen az átlövő nevét, nem is kéne mondanom, önök is hallani fogják, hogyha nála lesz majd a labda. Anasen szaporázhatja. Amorim, aztán Kovacsics. Heidi Löke jött keresztbe, nem kapta a brazil, viszont igen, ez viszont egy belemenés. Tavaly a Dunaújváros a bajnokság negyedik fordulójában egy óriási bravúrt hajtott végre, hiszen a hazai pályán le tudta győzni a Ferencvárost 28-26 arányban. Annak a mérkőzésnek ugye azért volt jelentősége, mert a nyitó játéknapon az Eto kikapott a Fradi vendégeként, és azzal a vereséggel egyből vissza is előzte fővárosi zöldfehéreket az Audi Eto. Bulat akkor azon a találkozón 11 gólt szerzett, ezzel csapat a legeredményesebbje volt. Anasen roboghat, és végig beleér a labdába, de ettől még az a hálóban köt ki. Az orosznak ez az első gólja. 16-9. A második félidő második percében járunk. Két évvel ezelőtt is volt egyébként egy emlékezetes Ferencváros elleni bravúrja a Dunaújvárosnak, akkor szintén hazai pályán 31-31-es döntetlent játszottak Elek Gábor együttese ellen, úgyhogy jócskán benne van a bravúr az újvárosiakban. Triscsuk megsapkázta őt Anasen, ők ugye voltak éppen majdhogy nem honfitársak, Heidi Lökével nem, ő a két kapufa érintésével kihagyja ezt a lehetőséget. Marad a 16-9, Kamper. Bulatot ragadta meg Kovacsics Anikó. Bulat. Kamper, Triscsuk, aztán újra Bulat. A szurkolók haragja csak az első kettő percre volt érvényes, azóta nem fújolják ki Bulat Anitát. Ugye kétség sem férhet hozzá, mivel a magyar válogatott így Győrben játsza majd az Európa-bajnokságon a csoportmérkőzéseit. Hát Kampernek ugyanúgy, illetőleg hát Bulatnak, bocsánat, ugyanúgy fognak tapsolni a drukkerek, még a győri drukkerek is, mint mindenki másnak. Vince góljával 16-10 az eredményjelzőn. Kellemes kis benyomását, kellemes kis csapat benyomását kelti a Dunaújváros. Ugye a holt szezonban volt 5 távozójuk és 6 érkezőjük. Mátéfi Eszter meglehetősen jó együttest rakott össze, amely, ahogy azt már hallhatták, az első négybe vágyik a bajnokságban. Nem lesz könnyű dolguk, például a Siófokkal az Érddel meg kell küzdeniük majd az első két kibérelt hely ilyen túl valamelyik másik kettőért. Amorim, rádül tíme a kísérte őt végig, rángatta őt végig, és többen is fekszenek a földön, illetőleg ülnek vagy gugolnak. Triscsuk Krisztina az egyik, neki kell az ápolás. Említettem már Triscsukról, hogy Kurta furcsa módon távozott Érdről. Voltak éppen szeptember 23-án, 25-én derült ki az, hogy kegyvesztetté vált Szabó Edina együttesében. 23-án derült ki, és 25-én már bejelentették Dunaújvárosban. Óriási erőssége lehet ő a piros-fehéreknek. Akár még ezen a mérkőzésen is, főleg, hogyha újra hadrafogható lesz. Na és akkor folytatódhat a játék, a második félidő negyedik percében járunk. Baracskai, Planéta, a két fiatalkorú játékos ide színfoltja a mai estén az Etónak. Baracskainak ugye van már egy gólja, Planéta Simonettának pedig eleddig 4 találata. Amorim, gyönyörű volt a bejátszás Heidi Lökéhez, a norvég meg kőkeményen bezúzza. 17-10. Az 5. perc eseménye mindez. 2004. szeptember 26-án
utoljára, amikor a győri Audi Eto KC az akkori nevén Graboplast Eto hazai pályán kikapott a bajnokságban, azt épp a Dunaújvárosnak köszönhetik a zöldfehérek. Hát 10 év és 2 hónap telt el azóta, Kamper nagy gólja, 5 gólos ezzel az irányító, 17-11. Azóta persze jó sok víz lefolyt a Dunán. A 2004-2005-ös bajnokságban 31-25-re tudott győzni a Magvasiban az akkori Duna Fer. Baracskai lövését ezúttal fogja Víg. 2004. október 3-án aztán 32-28-ra nyertek Görbicék a Fradi ellen, onnan datálódik ez a 10 éves hazai pályán való veretlenségi sorozat. A 10 évvel ezelőtti csapatból vagy csapatokból még most is többen ott vannak a pályán, vagy valamelyik klub környékén. Egy hosszú indítás Lökének, Víg beleér és a kapufára tolja. Hatalmas bravúr, jó formában Víg Vivien. Ő is ugye a válogatott keret tagja. Ő is megkapta behívóját Németh Andrástól, a bő 28-as keretnek ő is tagja. Annak idején, amikor Dunaújvárosba került Víg, akkor Győri Ágnes és Pisák Renáta voltak a legfőbb ellenlábasai. Hát sokat elárul Víg teljesítményéről, hogy egyik kapus sincs már itt az együttesben. Elveszik a játékvezetők a labdát. Kovacsics nem jutott el Lökéhez, de csak azért nem, mert megtámasztották az irányítót. Azon a bizonyos 2004-es találkozón ott volt a pályán Görbic, Bódi, Orbán és Herr, ami a hazaiakat illeti. Görbic kivételével ugye mindannyian megjártak már más klubokat is. A dunaújvárosi oldalon pedig Pálinger, Katalin, Radulovics, Bojana, Ferling, Kulcsár, Balog, Bulat, és hát az edző Kis Szilárd volt. Radulovics, Bojana ugye amolyan klubigazgató most az újvárosiaknál, Ferling még mindig aktív, és Bulat Anita is, Pálinger, Katalin pedig az Eto klubmenedzsere. Akkor a győri Graboplast Eto KC 35 ponttal nyerte a bajnokságot, megint egy óriási kapufa. A Dunafer 34 ponttal végzett mögötte, azaz egy egységgel lemaradva a második helyen. Az utolsó fordulókban az Eto a Cornexit verte 35-24-re, a Dunafer pedig a Vácot 42-23-ra. Hát nagyjából február 27-e magasságában dőlt el a bajnokság, mert akkor a Dunaújváros a Cornexi Alkohol vendégeként csak egy 25-25-ös döntetlen tudott játszani. Így fordulhatott az elő, hogy 1957 és 59 után 2005-ben magyar bajnok lett az Audi Eto. Azóta 153 bajnoki és magyar kupa meccset játszott le hibátlanul az Eto, ez plusz-minusz 14, mert néhányszor pályaválasztóként volt megadva a csapat, de máshol rendezték mondjuk az MK4-es döntőt, vagy éppen Győrben rendezték, de papíron nem az Eto volt a pályaválasztó. Kamper! Bulatot megragadja Heidi Löke. A bajnokságban pedig, ami egy másik statisztikát illet, utoljára, ahogy említettem, 2013. szeptember 1-én szenvedett vereséget az Eto a Fraditól, a tavalyi bajnoki nyitányon. 20-17-re győzött akkor a Ferencváros. Azóta 32 bajnoki telt el, ez lehet a 33. 5 magyar kupa találkozó, és tessék kapaszkodni, 18 hibátlanul megvívott bajnokok ligája mérkőzés. Bár így ez ebben a formában nem igaz, mert az előző szezonban 2 döntetlent játszott az Eto a Budusnosz Podgoricával. Összesen 55 találkozó óta veretlenek a zöldfehérek, és ez a mostani lehet az 56. Bulat nem lő át, Kampernek készít inkább le, Kamper meg a kapufára pattint, és megadják a játékvezetők. Ezek szerint jelen a Grubišić, a gólvonalon túlról hozta vissza a labdát. 17-12. Kamper Oliviának ez volt a 6. találata a meccsen. És az újvárosiak előző gólját is ő nyerte, majdnem 4 perc telt el a 2 találat között. Planéta, Kovacsics, továbbra is a nyitott védekezés újvárosi részről, ami dominál. Kovacsics 7 méteres lesz. Áll az óra. Törölni kell majd az egyetemi sportcsarnok talaját. Említettem már, hogy Kis Szilárd volt akkor a Dunaújváros edzője. Közben kapus cserél Máté Fi Eszter. 89-essel Nagy Éva próbál meg túljárni Kovacsics Anikó eszén. Nézzük előbb a büntetőt, aztán visszatérünk majd
Kis Szilárdra. Kovacsics bedobja. 18-12. A második félidő, 9. perce ez. 2004 után rendez újra Európa-bajnokságot Magyarország, és akkor 2014-ben Kis Szilárd irányította a válogatottat, amely bronzérmet szerzett. A nyáron ünnepelte a 70. születésnapját, ennek apropóján az Origó készített vele egy nagyobb lélegzetvételű interjút. Ebben többek között elmondta Kis Szilárd azt, hogy nem érti a magyar klubokat. Az elmúlt néhány évben megduplázódott a légiósok száma, holott sokkal inkább az utánpótláskorú játékosokra kéne építeni. Nos, a Dunaújváros esetében ez pont nem igaz, mármint a légiósok számának megduplázódása, hiszen Irdésmond egyetlen egy félig meddig légiós szerepel az együttesben. Azt is legutoljára igazolták, de ő is honosított már. Tristyuk Krisztináról beszélek. Kovacsics szépen megrángatta őt, Rádl Tímea. Kőkemény volt Rádl, nem fogta vissza magát. Ő egyébként civilben légiutas kísérő. Amorim. Ő civilben is kézilabdázó, voltak éppen minden pillanatát ez a sportág tölti ki. Kovacsics. Löke mutatja magát, és óriásit harcol Bulattal a hatos vonalon. Mindenkinek kijut a jóból a mai mérkőzésen. Amorim. Kovacsics le a szélre, nem jut el korsóshoz, Azari szedi össze. Jó védekezés most vendégrészről. Kis Szilárd azt mondta, a statisztika is bizonyítja a légiósok előretörését. Tavaly 22 külföldi volt a bajnokságban, idén már 44-45-en vannak. Úgy vélekedett a dunaújvárosiak sikertrénere, hogy ez nem jó irány. Bulat. Gyönyörű labda volt Bulattól, de belemerést fújnak a bírók. Maradt tehát a 18-12. Érkezik Litre a falba, Heidi Lökét váltja. Kis Szilárdnak egyébként az a Mátéfi Eszter volt a legnagyobb segítség, aki jelen pillanatban irányítja a Dunaújvárost. 3 bajnoki aranyat és 3 magyar kupát nyert, EHF kupa döntőt és 2-szer BL elődöntőt játszhatott a Dunaferrel. 19-12. Szepesi a gólszerző. Szepesinek ez volt a 3. gólja. Kamper. Rádl lépett ki a falból, és most 2 beállóval az újvárosiak is, Takás Dusmáta és Rádl Tímea. Megcsinálták a helyet Kamper Oliviának, gyönyörű figura volt. Az újvárosiakat elnézve, nem beszélve a különbségről, fel kell kötnie a gatyát a Várdár 2-nek. Sokszor szemet gyönyörködtető megoldásokat alkalmaznak az újvárosiak. És hát nem hiányzik az ötlet a játékukból. Amorim ezúttal Rádl védekezik. Említettem már, hogy a tavalyi bajnokságban a 3. helyen végzett a Dunaújváros, és 2 őrült találkozón, illetve bocsánat, tehát a 3. helyért vívott csatában hajszállal maradt le a Dunaújváros a bronzéremről. 2 őrült találkozón mindkétszer 7 méteresek döntöttek. Érden 27-26-ra győzött 7 méteresekkel. A hazai együttes Dunaújvárosban pedig 22-22-es döntetlen után 5-4-jel értékesítették, 5-4 arányban a 7 métereseket az érdiek. Így maradtak le a bajnoki bronzról az újvárosiak. Tristyuk Krisztina egyébként az odavágón jó szolgálatot tett az érdnek, mert hogy 22-23-nál ő volt az, aki egyenlített és 7 méteresekre hozta a találkozót. A 13. percben járunk, 19-13-as győri vezetés. Tristyuk. Azaritól vissza. Vince a túloldalon. Egy az egyben megverte Szepesit, de beledobja jelen a Grubisicsbe. Amorim. Oda csapott neki Vince. Szétforgácsolja a felső lécet a brazil, Litre megbeveri a kipattanót. Az első gólja a horvát beállónak, 20-13. Támadásban érkezik megint Berta Vince helyére. Rádl kapja középen, akiről mondtam, hogy civilben légiutas kísérő.
2000 és 2006 között Újvárosban nevelkedett, és éppen Kis Szilárdnál mutatkozott be a felnőttek között. Aztán 19 évesen külföldre igazolt, és két spanyol csapatban is játszott. Eladja a labdát most az Újváros. Egy hosszú indítás, Szepesi kap egy hatalmasat a levegőben, és szerintem 2 perc lesz. Így is van. Berta, ahogy váltotta az imént Vince Melindát, úgy most lesétálhat. A találkozó második 2 perces kiállítása az első 30 percben volt egy Bulatonitának. A Berta ezzel a megmozdulással nem aratott osztatlan sikert itt Győrben. És ezúttal Szepesi maradt lent, és a begumizott térdét mozgatja a dr. Balogh Péter, a győri Audietó orvosa. Szepesinek ugye éppen az ezt megelőző szezon végén volt egy meglehetősen súlyos sérülése. Hellyel közzel vehetett részt az Eto második BL győzelmében. Hét méteres lesz majd. Szepesi talpon, ezek szerint kutyabaja, és Korsós végezheti el a büntetőt. A negyedik gólját dobhatja Korsós Dorina, az első játékrészben volt egy kihagyott büntetője. Ezt most nem hagyja ki. 21-13, szépen lassacskán azért érik a 10 gólos különbség a két együttes között. És akkor 1 perc 45 másodpercig ember hátrányban az Újváros. Egészen idáig, mert hogy lehozza a kapuból Víget megint Mátéfi Eszter, és Takács Dusmátán ott van ez a bizonyos narancs megkülönböztető. Mezőnyben tehát egyenlő létszámban a felek a pályán. Csak hogy üres az Újvárosi a kapuja. Bulat. Cselezni próbál, aztán lepattintja a szélre a labdát Azarinak. Takács Dusmátán közben lefutott, Víg meg visszatért a kapu elé. Egészen pontosan az Újvárosi félpálya közepére. Kamper. Együttes erővel Litrének és Szennek sikerült megállítani. A Litre védekezését ítélték súlyosabbnak a játékvezető. 2 perces kiállítás a horvátnak. Ambros Martin kérdőn nézett a játékvezetőkre, majd széttárta a karját. Ami a házi góllövő listáját illeti az Újvárosnak, Bulat Anita a legeredményesebb. 8 meccs alatt 47 találatot jegyez. Éppen ő kapja a labdát és játsza tovább. És beperdül a labda végül. 21-14. 34-essel Ferenci Fruzsina a gólszerző. Szerző. 40 másodpercig egyenlő létszámban a felek a pályán. Aztán utána kiegészülnek majd az Újvárosiak. Hornyák irányít, Planéta a jobb lövő, a bal pedig Anasen. Korsós lépett vissza a szélről, Szepesi pedig elindul középre. Megcsinálva ezzel a helyet. Egy pillanatra kérdéses volt számomra, hogy belemenést ítélnek a játékvezetők, szóval majdnem belefordult Bulat Anitába. Hornyák, Szepesi, Triscsuk pakolt oda egyet, Korsósé a kipattanó, és Víg hárít. Nagy védés. Marad a 21-14. Védekezésben Amorim a pályán, Planéta helyén az Etóban. Kiegészült az Újváros, visszatért Kamper. Ember hátrányban tehát az Audi Eto, és ember előnyben támadhatnak a vendégek. Bulat, 9 méterről, ez könnyű. Már kapus csemege volt jelen a Grubisicsnek. Planéta vissza, Amorim le. Támad az Eto. Sen. Hornyák, Szepesi, beveszik Planétát is egy kicsit a játékba a fehérmezesek, Sen egy az egyben verné meg Azarit, 7 méteres lesz. Korsósnak mutatja Ambros Martin, hogy akkor ezt a büntetőt is be kéne dobni. Az óra pedig áll. Kis Szilárd. Az Újvárosiak legendás trénere, miközben Korsós bedobja, 22-14,
ebben a bizonyos Origónak adott interjúban elmondta, hogy az elmúlt napokban megnézett néhány Bajnokok Ligája mérkőzést, és ezek után kimeri jelenteni, hogy nekünk magyaroknak 5-6 igazán erős csapatunk van, ehhez kellene mérni majd az utánpótlást is. Véget lehozza a pályáról Mátéfi Eszter, jön a helyére Trifa, mindeközben pedig a csapattársak támadtak egészen idáig. Amorim le, Planéta be, kiegészült az Eto is. Hornyák. Sen. Planéta. Hornyák megy keresztbe, de résen volt Takás Dusmát. A jó védekezés, Ferenci pedig indítja Kampert. Az első lerohanás gólját szerezhette volna az Újváros. Jelen a Grubišić mutat be egy bravúrt. Planéta. Villámgyorsan fordul az Eto. Litre most parancsol megállt a többieknek. Hornyák. Visszakapja Szentől. Litre lépett ki a falból, hátulról megfogta először a mezét. Bula Tanita, aztán pedig lökött rajta egyet. Újra törölni kell a pályát. A 19. percben járunk a második félidőben. Magabiztos győri előny, és egyelőre 10-en belül tud maradni az Újváros. Az elmúlt szezonban a 6. fordulóbeli 3 gólos vereség azonban meglehetősen távol a piros-fehérektől. Főleg így, Anasen! Hatalmas gólt ragasztott a hosszú felsőbe. Mátéfi Eszter pedig időt kér. Trifa Ágnes, a vendégek kapusa, mondta azt a találkozó előtt, hogy a szombati Vardar elleni meccs például, illetve arra felkészülendő kiváló állomás lehet ez a mostani. Kőkemény védekezésre lesz szükségünk, és lehetőleg gyors támadásokra, amiket minél pontosabban kell befejeznünk. Hát nem az iménti Kamper befejezésre gondolt, ebben biztos vagyok. Az Eto 6-os falas és nyitott védekezésére is fel kell készülnünk. Nincs lehetetlen, hinni kell magunkban. Valóban nincs lehetetlen, de a következő támadását elrontja a vendég alakulat. Az Eto pedig gólt szerez, akkor megvan a 10 közte. A képen Ambros Martin és együttese, aki a hétvégi szombati Audi Arena avatóról egyből Horvátországba veszi majd az irányt. Onnan indulnak a kézislányok a Zágráb elleni Bajnokok Ligája mérkőzésükre. És akkor folytatódhat a találkozó 23-14-es hazai vezetésről. Középen ezúttal Ferenci irányít, Triscsuk a jobb lövőbulat, pedig a bal. A szélen Azari és Vince, a falban pedig Takás Dusmáta. Csóválja a fejét Takács, kap hideget-meleget a győri falban. Ferenci valósággal neki ment Litrének. Bulat. Triscsuktól vissza. Bulat lövése lejön a blokkról, Eduard Amorim sapkázta meg. Említettem már Bulatot, hogy a találkozót megelőzően 8 meccs alatt 47 gólt szórt. A másik legeredményesebb újvárosi, Triscsuk Krisztina, az Újvárosban 4 meccs alatt 18-at, az Érdben pedig 4 meccs alatt 19 gólt dobott. Ezúttal cél téveszt Triscsuk Krisztina. Anasen. Amorim. Hornyáknak lábhoz jött a passz. Baracskai. És akkor most felállt fal ellen támadhat az Eto. Amorimot például Planéta Simonetta váltja. Ha már említettem a gólszerzőket az NB1-ben, az Eto legeredményesebbje Kovacsics Anikó maga 37 találatával. Litre. Ami nem is olyan rossz adat, főleg annak fényében, hogy Kovacsics jobbára szélsőt játszott egészen addig, amíg Görbic Anita nem vált az Eto játékából. Bulat indít, Takás Dusmáta robog, nem bántotta őt Planéta Simonetta, Takás Dusmáta pedig beköszön, a mérkőzésen az első gólját szerzi. 23-15.
Hornyák. Újra ő. Marad az 5 az 1-es védekezés újvárosi részről. Továbbra is Vincéi az oroszlán feladat, hogy megakadályozza a támadásszövést. Kőkemény védekezés ezúttal Triscsuktól is és Bulattól is. Anna Szent nyugtatja a játékvezető. És mint egy jó óvó bácsi azt mutatta Szennek, hogy le kéne pacsizni Triscsukkal. Szen! Nagy gól. 3 találatnál jár az orosz. 24-15. A pályán az Újvárosban jobb szélsőben hosszú Boglárka 44-essel. Ferenci magyarázta el a figurát Triscsuknak, hogy mi fog következni. Bulat jön a szélről, Vince. Ferenci vezetheti rá a védőfalra, Triscsuk nem lőtt el csípő mellett. Ferenci megint. Ezúttal lejön a blokkról, Planéta volt az, aki megakadályozta a lövést. Hornyák pedig fordulhat. Szen. Hornyák. Hornyák mutatja, hogy ő rá fog majd kijönni a figura. Őt figyeljék a társak. Litre befordul, kapufára pattint, és 7 méteres jön belül védekezésért. Ferenci volt a vétkes, még ezt is megmutatta nekünk a játékvezető. Anna Szent rendeli oda Ambros Martin, ő lesz majd az ítélet végrehajtó. A 4. gólját szerezheti az orosz átlövő, akinek egyébként a férje is így Győrben kézilabdázik, az NB1B nyugati csoportjában szereplő Eto Sesében, Dimitri Petrenkónak hívják, és igen-igen jó formában termeli a gólokat a férfiak között. Az egyik legfőbb erőssége Rosta Miklós együttesének. Ugyanúgy, ahogy Anna Szen is az Etónak, most például hozzá tehet egy büntetőből szerzett gólt, és közé teheti a 10-et. Meg is teszi. 25-15. A szurkolók pedig rászámolnak az Újvárosra, egészen idáig sikerült 10-en belül maradniuk. A két edző kérése közül már abban az esetben, hogyha Máté Fieszter szájából valóban elhangzott az, hogy 10-en belül kéne maradni, szóval a két edző közül egyelőre Ambros Martin kívánalmait teljesítik játékosai, bőven 20 alatt van még az Újváros. A spanyol tréner egyelőre jó néhány játékosát pihenteti, ugye Herrosa még nem lépett pályára, Macarena Aguilar sem. És hát Bódi Bernadett is, bár a neve szerepelt a jegyzőkönyvben, nem is ülött a kispadon sem. Szélről jöhet hosszú, behúzza a hosszú kapufa mellé. Ez az első találata a győri nevelési játékosnak, 25-16. Védekezésben Takács Dusmátát Takács Bianca váltja az Újvárosban. Planéta. Baracskai. Hornyák. Elfutott keresztbe Szepesi. Nem rá jött ki a játék. Szen. Planéta újra. Hát jó néhány taktikai variációt láthatunk a mai estén az Etótól. Körülbelül 4 játékos fordult meg már irányító poszton. Hosszú roboghat. Szen nem éri utol és nem is próbálta. Hosszú pedig megszerzi második találatát. 25-17. Hát az imént azt mondtam, hogy 20 alatt tudja tartani az Eto az Újvárost. Könnyen lehet, hogy rám cáfolnak a fehérmezesek. Ezúttal Hornyák Ágnes irányít. Litre. Szen. Nincsen lövés. Most viszont van egy kiváló assziszt. Baracskai. Hatalmas trifavédés. Ő is jó eséllyel pályázik arra, hogy komolyan számításba vegye Németh András a kézilabda Európa bajnokságon. Kamper. Triscsuk. Bulat figyelembe véve a két csapat hétvégi feladatait. Nagy kérdés lesz majd az, akár az Újváros, akár az Eto esetében, hogy mennyit vesz ki a csapatból a mostani bajnoki.
hazaiak részéről azt hiszem nyugodtan mondhatom ezt, hogy ezzel nem lesz gond. Újvárosi részről viszont már más kérdés. Mátéfi Eszter, a vendégek trénere kért időt. Ugye meglehetősen rosszul kezdte a bajnokságot, az Újváros két vereséggel rajtoltak, hazai pályán 26-24 a Siófoktól, aztán idegenben Moson-Magyaróváron győzni tudtak, ebből pedig elárultam azt is, hogy egy vereséggel rajtoltak. Dunaújvárosban sikerült 30-22-re megverni a Debrecent, aztán Fehérváron kikaptak 23-19-re, hazai pályán 27-20-as győzelem a Vác ellen, aztán megint odahaza 33-17 a Békés Csaba ellen, idegenben Érden, amelyet már említettem, egy bravúr győzelem 24-18, és végül október 31-én pénteken játszottak a Ferencváros ellen 28-19-re kikaptak, nem sikerült tehát megismételni az elmúlt szezonok beli bravúrokat. Az Eto eredmény sorát azt hiszem, hogy nem kell felsorolnom, hiszen minden találkozóját megnyerte Ambros Martin együttese. Valamivel több, mint 5 perc van még a találkozóból. 8 közte, 25-17-es hazai vezetés. Kamper, jön a szélről Vince. Triscsuk és Bulattól a helycsere. Bulat nem tudja átlőni a győri falat, viszont oda csapott egyet Anna Sennek. Lent maradt az orosz és az arcához kapott. A Bulat Anita nem lesz közönség kedvenc, ami a bajnokikat illeti így Győrben. Bár kétséget kizáróan nem volt a szituációban szándékosság. Vince Melindának magyaráz közben Mátéfi Eszter, aztán magához hívja Kamper Oliviát. Mondanám azt, hogy a nagy hangzavarban nem lehet érteni, mit mond a vendégek trénere, ez nem lenne igaz. Anna Sennek jár a taps. Talpon a hazaiak átlövője. Triscsuk. Kamper, megint jön Vince. Vissza Kamperhez. Jól megjáratták ketten a labdát, aztán most már bevesznek mást is. Bulatot például. Ő is kapott egy kisebb sallert. Baracskai volt az, aki kiosztotta. És egy elszórakozott újvárosi lehetőség. Az utolsó 5 percen belül járunk. Sen. Hornyák újra Sen. Planétát meg lábon dobta. Vince, van induló ember, de Hornyák jól védekezik. Kamper volt az, aki eljuttatta volna a labdát Vincéhez. Bulat. Ezúttal Szepesi a végállomás. Triscsuk. Kamper. Vince a túloldalon. Vince ugye magyar bajnoknak és kupagyőztesnek mondhatja magát. Ő is Érdről érkezett, akárcsak Triscsuk, csak nem olyan viharos körülmények között. Bulat átlövése nem jó, Vincéhez kerül. 64-szeres válogatott. 89 gólt termelt eddig válogatottságai során. Na de nézzük Szepesi Ivettet. Bedobja. Felhúzta oda a rövid felsőbe. Szepesi is 4 gólos. 26-17. A 27. percben. A pályán 17-essel Ács Anna. Az az Ács Anna, aki az újvárosiak egyik utánpótlás válogatottja. Ő kapja a labdát. Triscsuk. Megragadta őt Litre, onnan nem lehetett tovább menni. Kamper. Takácsnak a bejátszás 7 méteres. Takács Bianca harcolta ki. Triscsuk pedig érkezhet a büntetőhöz. A második gólja lehet ez Triscsuk Krisztinának, és az első a második fél időben meg is van. 26-18. Az 58. percben járunk. A lényegi kérdések korábban eldőltek, innentől kezdve szépen lassacskán azért koncentrálhat mindenki a hétvégi feladatokra. Akár edzőkről is beszélhetek, elkezdheti forgatni nyugodtan együttesét Mátéfi Eszter.
végignézek az újvárosi kispadon egyedül Hanusz Boglárka, aki ugye Ferling helyére került be a keretbe, ő nem lépett pályára. Újabb Eto találat, és lent maradt egy újvárosi játékos. 27-18 Szena gólszerző. Szennek ez volt az ötödik gólja. Tizenhetessel Ács Anna volt az, aki kapott egy pofont, hát szegény bemutatkozásként egyből megkínálta Anna Szen. Elnézést is kér, le is pacsiznak, sportszerű pillanat. Ebben sem volt természetesen szándékosság. A két csapat egyébként jó néhányszor találkozott egymással az elmúlt esztendőkben. Az elmúlt 10 évben Irdésmond 4-szer tudott győzni a Dunaújváros, emellett két döntetlen és 20 Eto győzelem a mérleg. Utoljára a 2006-2007-es szezonban győztek a pirosfehérek az Eto ellen, akkor Dunaújvárosban 33-30 lett a végeredmény, illetőleg még egy dunaújvárosi meccset játszottak, akkor 28-28-as döntetlen született. Triscsuk végezhet el egy újabb büntetőt. A másodikat válthatja gólra. Be is dobja. 27-19. Triscsuk is gyors, egymás utánban két gólt szerzett. A 2009-2010-es szezonban volt a legnagyobb arányú különbség a két együttes között, akkor 42-22-re győzött az Eto. A 2011-12-es szezonban pedig a legtöbb dobott gólt hozó találkozó volt győri szempontból. 45-28-ra nyertek akkor a zöldfehérek. Kornyák lövését fogta Trifa. A 2013-14-es szezonban, azaz ezt megelőző pedig a legkiegyenlítettebb meccs, amelyet már említettem, Dunaújvárosban 27-24-re győztek a zöldfehérek. Utoljára 30 fölé az Újváros a 2006-2007-es szezonban jutott, azon a bizonyos 33-30-as győzelme. Ezúttal lehet, hogy a 20-at sem fogják elérni, mert hogy 45 másodperc van vissza. 27-19-es győri vezetés, és támadhatnak a hazaiak. Baracskai Planéta, Vince mutatta Triscsuknak, hogy jöjjön előrébb egészen nyugodtan a hatosról. Az lépésnek tűnt nekem Planétától. Trifa beleér. A hatoson belülről kell majd játékba hozni. 15 másodperce maradt az Újvárosnak, hogy megszerezze 20. gólját. Vincét lekapja Máté Fieszter, jön Kamper Olivia. Aki természetesen irányít. Takástól kapja Triscsuk, és ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. A győri Audi Eto KC tehát magabiztosan teljesít a bajnokságban, a Bajnokok Ligája mellett is. A női kézilabda NB1 9. fordulójában 27-19-re győzött Ambros Martin együttese. Máté Fieszter csapatának pedig minden jót és sok sikert kívánunk a hétvégi Vardar 2 elleni EHF Kupa mérkőzésre. Az elmúlt majd másfél órában Bénémet Pétert hallották, én minden kollégám nevében köszönöm szépen a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra, a viszonthallásra.